Nézzük, itt is vagyunk a második félidőre. Szünetben egyik oldalon sem történt csere. A kezdő 11-ek, tehát a második játékrészre 2016 utolsó 45 percére. Szőke góljával vezetünk 1-0-ra. 8-1, kicsit összpontosítani még, és további gólokkal bebiztosítani a győzelmet. Kácsár. Szent Annai szépen ért oda. Kupai. Nagyot kapott Kómár. Fölpattan hamar. Szoboszlai pedig szokásokhoz szíven érkezik a labda mögé elvégezni a szabadrugást. Egymásnak adják a csapatok a labdát, mintha senki nem akarna vele játszani. Érkezik Hatatrabi és elrúgja Szőke elől. Rákóczi falva kapusának teljesítményére nem lehet panasz. Jól véd, nagy bravúrokat is bemutatott már. A gólról nem tehetett. Szívós. Szoboszlai. Nyitrai beadása pontatlan, de azért, mert valamelyik karcagi játékos még a pályán beleért. Rákóczi falva szöglette következik. Alig, hanem már majd a 49. percbe átlépve. Jól tekeredik, Belényes jön és öklöz, aztán pedig ott a szorításban eltűnik, két kézzel lökték, kifelé szabadrugás, Kocsis. Ez most szép összjáték.
karcagi szöglet. Jól jön, Szőke Robi fejjel, és hiába rezdül meg a háló. Rossz oldalról találja el a labda, nincsen gól. Szőke könnyűszerre járhatna már 3-4 gólnál is a mai napon. Ő a legveszélyesebb játékosunk ma. Már nem mehet vele. Nem a szabadrugást fújják le. Szabó József úgy látta, hogy teljes terjedelmével elhagyta a labda a játékteret. Szívós. Hosszan előre a 16-oson belül. Ruskó megmenti. Orosz. Bukowski. Megrángatták. Továbbra sincs sárga lap. Kupai. Játékvezető a félidőben sem lett keményebb, és nem engedi a test-test elleni játékot. Rendkívül sok a szabálytalanság. Ez most mondjuk tényleg az volt. Kácser István marad lent a földön. Szőke Róbert elütköztek. Szőke megy oda elnézést kérni. Kácser is rendben lesz. Indulhat a gyors karcagi támadás, Pálinkás Donát Csípszava újfent megállítja a karcagiakat. Gyakorlatilag, ha egy pici kontakt van a játékosok között, a játékvezető már is sípol. Szívós Gergő a labda mögött.
Kupai föld, a labda pedig az alapvonalon túl. Bukowski érkezik elvégezni a sarokrugást. Ez is jól jön, és ez is Szőke Róbert fejére érkezett volna. Adat Rabi kapussal ütköztek. Szükséges egy kis ápolás. Robi kiterítette a kapust. Van idő frissíteni egyet. Ezt teszi ott a kapufa tövében Kácser István is. Majd lespriccolja a kapuvédőjét. Ha humor van, akkor már nagy baj nem lehet. A bordáját, az oldalát vizsgálgatják Hadad Rabinak. Nincs nagy gond, inkább csak olyan ellenőrző jellegű vizsgálat volt ez. Folytatódhat a meccs. Szentanait várják be a pardobással. Így azonban a vendégek is szépen vissza tudtak rendeződni. Szívós. Nem volt rossz emelés, nagyon csúnya viszont a lerántás. Most talán érkeznie kellene a mérkőzés első sárgalapjának. Egyértelmű gólhelyzetben léphettünk volna ki. Kácser pedig lehúzta ellenfelét. Övé az első lap a meccsen. Ez pedig egy igencsak ígéretes pozíció és szög. Nagy kérdés, hogy ki fogja majd kapura lőni a szabadrugást. Szívós, Szőke, talán Szent Anna is szívesen vállalná. De Bukowski is oda tényfereg. Néz ki végül, hogy csak Szívós Gergő maradott. Hát a Trabi pedig öttagú sorfalat állít maga elé. Laposan! Kis hián a kapuba, így azonban mellé, és hát a Tabinak még közösen sem kellett avatkozni. Ha megvolt az első sárga a meccsen, akkor jön az első csere is. Tízessel Rózsa István érkezik a pályára, mégpedig Kupai Krisztián helyére.
Rózsának saját elmondása szerint ez lesz az utolsó mérkőzése a karcagi csapatban. Külföldi munkája miatt a bajnokság első 9 fordulóját kihagyta. Most zsinórban 6. alkalommal lép pályára csereként a Megye 1-ben. Karcagi mezben pedig talán pályafutása során is utoljára. Múlt héten betalált, ő állította be a végeredményt a 87. percben Kisújszálláson. Bukovski. Megint egy lerántás, és ez is sárga gyanús. Kecskés Dávid volt szabálytalan. A játékvezető is úgy gondolja, hogy ez is bőven megér egy figyelmeztetést. 3 percen belül 2 sárga lap a Rákóczi falvi védelemnek. Oda kell figyelniük, ha nem szeretnének kiállítás sorsára jutni. És hát az előző szabadrugás sem sikerült nagyon rosszul. Remélhetőleg most sikerül eltalálni a kaput. Az előbb szerencsét hozott az 5-tagú sorfal, akkor is így gugolva állította be Hadad Rabi. Most is ezt teszi, 4-en is a labda mögött, Rózsa és Szőke elsétálnak. Aztán Szőke vissza. Bukovski meg ellövi. Kapu mellé, de mintha a bal kapufánt még érintette volna a labda. Kettedik perc, Karcag Rákóczi falva, 1-0. Nem sokat változott a játékképe az első félidőhöz képest. Szívós vágja előre. Remek labdakezelés. A beadás sem volt rossz. Kácser István a biztosat választotta. Ismét Bukovski. Az előző 2 szögletnél ebben a félidőben mindig Szőkét kereste, most átrúgja teljesen a hosszú oldalra. Szent Annainak kell küzdenie azért, hogy bent tartsa. Rózsa! Visszalövi keresztbe, Bukovski fejel, ott van még Erdei előtt, most a passz, Orosz István pedig közvetlen közelről az üres kapuba passzol. 2-0, a 64. percbe érve, könnyen lehet, hogy eldőlt a meccs. Orosz mesternek ez az első találata az idei bajnokságban. Az őszi zárófordulóig várt vele. Talán azt reklamálják a vendégek, hogy les volt, amikor Rózsa külsővel visszalőtte a hosszú oldalra a labdát. A gól azonban szabályos, és ami a legfontosabb, érvényes. Hát meg lett járatva, át a hosszúra, vissza, megint át. És aztán
erdei passzára, vagy nem tudom, hogy alapból lövésnek szánta-e. Remek ütemben robbant be Orosz. 2-0. És a második félidőben gyakorlatilag helyzetig sem jutó Rákóczi falvának. Most aztán még nehezebb a dolga, és egyre kilátástalanabb számukra ez a meccs. Kácser. Kocsi is ott hagyta a lábát, keményen beleállt. Rózsa. Kicsit hosszú az indítás Szőke Robi irányába. Ruskó mellel kezeli le. Nyitra itt megfuttatja. Esélyesen volt 18 esztendős csatának ezt befutni. Szent Annai, hosszú bedobás. Szeberényi. Bedobás lesz. Szeberényinek is ez mindössze a negyedik meccse, amin ott van a kezdő csapatban. És van már egy gólja hátvéd léttére. Székely. Szőke beadása. Rendkívül mélyre sikerül és a kapu mögött köt ki. Akkurátusan a megfelelő fűszálakra rakja a Hadad Rabi a labdát. Nem lett tőle sikeresebb a kirúgás. Kocsis, jó ütemű labdaszerzés. Jó a passz is Szőke Robinak. Ki új fentlesre mozog. Egy ütem híja volt körülbelül. Kár érte. Kecskés. Kácser, senki nem zavarta, nyugodtan gyűjthette össze a szabad labdát. Bukovszki. Szívós. Ott senki nem indul. Jó labda!
A Rózsa 6 méterről gyakorlatilag kirúgja a ligetútra a labdát, de már egyébként is lesen állt. Azért biztos, ami biztos bepofozhatta volna. De így gyakorlatilag lényegtelen, hogy mi lett a lövés kimenetele. Szőke kihasználhatja, hogy elcsúszott a védő. Kácser jól hagyja ott a lábát. Hát hiába játszik először a mai napon. Rendkívül sok hasznos megoldása van rangidős Kácsernak. Bukowski. Nem kerül hozzá vissza. Azt is mondhatnánk, hogy tudatosan annyit játszik a karcag, amennyit kell a mai napon. Semmivel sem többet. Szent Annai. Erdei. Jó labda, Rózsa lekezeli és bepasszolja. Most higgadtabb volt, mint az előbb. 3-0 az állás, 72. perc. Zsinórban a második fordulóban is eredményes Rózsa Pisti, aki góllal búcsúzik a ligetúti közönségtől. Nagyon jó labdát kapott, de nagyon jól fejezte be a támadást. Közben a vendégek is váltanak. A 20 esztendős Drecskó Márk lép pályára, Kómár Szabolcs helyére. Cserét a vendégcsapat 13-as Kómár Szabolcs helyére, 14-ese Drecskó Márk. A legtöbbször kiegészítő szerep jutott Rózsának karcagi pályafutása alatt. Egy rendkívül szimpatikus sportembert ismerhettünk meg a személyében, aki azért, amikor pályán volt, jó játékkal és gólokkal bizonyította, hogy bármikor lehet rá számítani. Erdei. Ez is eljut a címzethez, Szőke lövését azonban hárítja hátad Rabi. Ajtó ablak volt, oda rúgta volna Robi ahova akarja. Nem volt olyan ügyes a befejezésnél, mint egy perccel korábban Rózsa Pisti. Megint kapura, és a kapu torkából fölé. Hihetetlen jelenet. Szőke kihagyja a kihagyhatatlant. Ez egyébként méltóan jellemzés, mutatja meg Szőke kétszínű játékát, ha szabad így fogalmaznom. Időnként lehetetlen szituációból talál be, vagy szerez gyönyörű gólt, lásd a mai, amikor a kilépő kapus fölött bebelsőzte a labdát. Most meg a kapu torkából kapu fölé vágja. És az idő múlásával azért egyre inkább jönnek a karcagi helyzetek is.
És most már szinte biztos, hogy győzelemmel búcsúzunk 2016-os évtől. A Kocsis még belepiszkált volna. Innen úgy tűnt, a játékvezető nem így látta. Rózsa. Szécsi. Oda dobja inkább Kácsernek. Na, tovább a játék. Ez meg már nem mehet. Szoboszlai maga elé pörgeti, aztán a karcögé picit visszábrúgják. Szoboszlai persze visszateszi. Trecskó, Nyitrai. Belényesi állva marad, és milyen jól tette, hogy nem vetődött el. Nagy védést mutatott be a karcagi kapus. Aztán pedig egy könnyed hárítás. Székely. Hadad Rabbi. Ruskó fönnmakad az emberén. Nem sikerült gyarapítani az idegenben szerzett pontokat a Rákóczi falvának. Öt forduló után még nulla pont találtak, 15 kör után 13-mal fognak. Van mibe kapaszkodni, de nagyon nehéz lehet a tavasz a vendégeknél. Szőke, hát ezt keresztbe akarta rugni. Rendkívül suta megoldás lett. Székely, nem tudják fölrugni sem. Újabb csere jöhet. És a vendégek is kihasználják majd a második csere lehetőségüket. Náluk mindössze ketten érkeztek el a kispadra. Trecskó után pedig Mihály Máté is be. Mindössze 17 éves játékostról van szó. Ma 5. alkalommal csere. Nálunk pedig Bukowski jön le, ezzel pedig biztossá válik, hogy Dani lehozza az őszi szezont rugott gól nélkül. Hamar Jani a helyén. Ő sem alapember. Egyszer sem kezdett, most 8. alkalommal pályán. Vendégcsapat cserélt, 17-es messzálló Mihály Csimárdé járt a
hetes beszálló Széchenyi rendszer helyére. A hazai csapat is cserélt, szintén cserélt. Négyes beszálló Hamar János Árpád. Rózsa. Kukorszki Dániel helyére. Túl erős volt az indítás Erdei felé. Szőke zavart, és végül is elérte a célját. Aztán pedig a játékvezetőnek kell megnézni, hogy minden rendben van-e vele. Fejét fájlalja. De nincs komoly baja. Hát mindkét csapat számára megváltás lenne a hármas sípszó 10 perccel a mérkőzés vége előtt. A három pont sorsa már eldőlt. És hát a várt izgalmak is elmaradnak. Székely! Nem esik el. Lövésre teszi vissza a remek kísérlet Rózsától. Hát a trabi szögletre tornázza a labdát. Újabb komoly kapus teljesítmény. Lapos szöglet, így is sikerül lőni. Hadad Rabi pedig emberfeletti bravúrral ezt is szögletre tolja. Hát a kapuson semmi nem múlik, amit lehet véd. Így is kapott azonban 3 gólt. Az előbb sikeres volt ez a lapos gyenge szöglet, most nem lett az. Orosz István újabbat cserél. A meccs első góljának szerzője, Szőke Róbert jön le. Robi könnyen 3-4 gólig is juthatott volna. Ma sem játszik végig egy egész találkozót Szőke. Helyére pedig Jász Zoltán érkezik, eddig mindössze 3-szor lépett pályára, valamennyiszer csereként a bajnokságban. 28 éves játékos nyáron csatlakozott a karcagi csapathoz. És ő is kap 2016 utolsó mérkőzésén egy kis lehetőséget. És hát ha már ez a szezon utolsó meccse, ami a naptári évet illeti, érdemes egy kis számadást venni 2016-os esztendejéről a karcagi csapatnak, már ami a bajnoki szereplést illeti. A mai győzelmet én már elkönyvelem a csapatnak, ami azt jelenti, hogy meccseink több mint felét megnyertük ebben az esztendőben.
30-ból 16-szor győzesen hagytuk el a pályát, 7 döntetlen és 7 vereség mellett. Ősszel 9-szer, tavasszal 7-szer győztünk. Viszont ebben a fél szezonban több vereségünk van, mint tavasszal volt, akkor összesen 3-szor találtunk legyőzőre. Idén ősszel 4-szer is. Gólkülönbségünk azonban sokkal jobb ősszel. Több gólt is lőttünk, és kevesebbet is kaptunk, mint tavasszal. Lehet azért kellett az a fajta átalakulás és erősítés, mert nyáron ugye megtörtént a csapatban. Az egy évvel ezelőtti távozók közül sokan visszaigazoltak a Ligetútra. És hát az első fordulók alapján sokan azt mondták, hogy hát itt bizony a bajnok csapat futballozik. Azért az azt követő hetek bebizonyították, hogy nem lesz az olyan egyszerű. De úgy gondolom, hogy az első évben egy dobogós helyezésnek is nagyon tudnának örülni Karcagon. Sok rangadót majd itthon játszunk tavasszal. Tiszafüred, Szajol és Törökszent Miklós is érkezik többek között. Lehet tátok bizakodásra. Kocsis. Visszakapja. Ellövi. Jó néhány méterrel fölé. Lassan csortogál a meccs. A Rákóczi Fradiak a becsület gólért indulnak el előre. Szoboszlai kapufájánál jártak a legközelebb a gólhoz még az első játék részben. Velényesi pedig úgy néz ki, hogy kapott gól nélkül tudja lehozni a találkozót. Sokáig nem volt rá példa, hogy ne kaptunk volna gólt egy mérkőzésen. Aztán utána október 16-án Újszászon tört meg ez a rossz sorozat, akkor 1-0-ra győztünk és nem kaptunk gólt. Akkor Fekete László őrizte a kaput, csak úgy, mint Kisújszálláson, amikor szintén nulláztunk. Jászkísér ellen Agócsnak is összejött ez, és úgy néz ki, hogy Belényesi is lehozza ezt a találkozót, kapott gól nélkül. Összeállni látszik tehát a védelem. Ruskó. Belényesi iggadtan lekezeli, ahogy Rózsa is. Székely. Egy sorral hátrébb ő is, ahogy megszokhattuk. Így is ontja a gólokat. Hamar beadja, és ott van a negyedik. Jász Zoltán a gólszerző. Első gólja karcagi színekben. Jó csere volt. És hát összességével véve jók voltak a cserék. Jön a kicsi a rakás, ahogy az első gólszerzőket ünnepelni szokták Karcagon. Hamar gólpaszt ad, Rózsa betalál, és Jász is betalál a cserék közül. Hát valahogy így kell beszállni, és valahogy így kell belenyúlni egy meccsbe. A vége kiütés. És azt is mondhatnánk, félgőzzel játszva, nagyon magabiztos győzelmet arat a Karcag.
A tavalyi pontosztozkodások után idén újra sikerül legyőzni Rákóczi Falvát. Az előző idényben egyébként velük kezdtük a szezont, most pedig velük zárjuk majd. Az eredmény is teljesen ellenkező. Utolsó perc a rendes játékidőben. Van-e még slusszpoén a meccsben, és lesz-e még újabb gól? Ápolás biztosan lesz. Rendben van, Kecskés. Kocsis pedig vissza fogja majd dobni a labdát. A játékvezető pedig úgy dönt, hogy nincs szükség ráadásra. 2016 utolsó bajnoki mérkőzésén a karthagi csapat magabiztos győzelmet arat. Rákóczi Falva ellen 4-0-ra győzedelmeskedünk 1-0-ás félidőt követően. A 18. percben Szőke nyitotta ki a gólcsapot egy átemelős góllal, aztán sokáig vártunk, de a 64. percben Orosz István növelte a karcagi előnyt, hogy aztán a végeredményt Rózsa István, majd Jász Zoltán állítsák be. Rózsa tehát góllal búcsúzik, Jász pedig megszerezte első találatát a karcagi csapatban. Már ezekért a pillanatokért megérte velünk tartani a mai napon. Csapatunk pedig a negyedik helyen Telel 29 pontot gyűjtve, alig ha nem 9 ponttal lemaradva a listavezető Tiszafüred mögött. A bajnoki arany igen távolnak tűnik, de 4 pontra a második hely és a JVS-e csapata, azt mindenképp érdemes lenne megcélozni a 15 tavaszi fordulóban majd. Folytatás februárban, elsőként majd János Hida érkezik Karcagra, remélhetőleg az időjárás is lehetővé teszi, hogy itt bent az A pályán, és ne pedig a szokásokhoz híven az első tavaszi fordulót kint a B pályán rendezzük majd meg. Az egész 2016-os figyelmüket köszönjük szépen a kedves nézőknek, Halmai Mártont hallották a találkozó egésze alatt, kellemes ünnepeket, illetve boldog új évet kívánok Csanádi István operatőr kollégám nevében is, aki a folytatásban még a szakvezetők megszólaltatásával következik. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra. Elsőként Orosz Pistit kérdezzük, a Karcagi Sport Egyesület játékos vezetőedzőjét, hogy szépen búcsúztak az ősztől, hisz megnyerték ezt a mérkőzést, pedig úgy nézett ki, hogy akár X is lehetne, hogy 1-0-nál még volt sansz a Rákóczi Falvának, de 2-0 után eldőlt a mérkőzés. Igen, az első fél idő szerintem az ősz leggyengébb fél ideje volt, nem tudtunk se labdát birtokolni, se gólhelyzetet kidolgozni. A második fél időben próbáltunk egy kicsit változtatni, és hál' Istennek ez sikerült. Én is úgy érzem, hogy a 2-0-nál úgymond eldőlt a mérkőzés. Hál' Istennek a cserék is úgy szálltak be a mérkőzésbe, hogy tényleg hozzá tudtak tenni, és úgymond gólokat is rúgtak. Az eleje nehézkesen indult, de a végére simára sikeredett ez a mai mérkőzés. Elégedett vagy a őszi teljesítménnyel?
Abszolút nem vagyok elégedett az őszi teljesítménnyel, úgymond a kötelező mérkőzéseket le tudtuk hozni, de a rangadókból, az öt rangadóból egyet se tudtunk megnyerni, ezzel van hiányérzetem. Nagyon remélem, hogy a tavaszt úgy tudjuk elkezdeni, és olyan felkészülés fogunk tudni hátunk mögött, hogy a rangadókból győztesen fogunk kijönni. Én úgy érzem, hogy az erő és az állóképességen nagyon sokat kell fejlődnünk, és akkor jönni fognak az eredmények. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy tavasszal ne ilyen eredmények szülessenek, mint az ősszel, hogy... Hát amit mondtam, hogy egy nagyon jó alapozás kell elvégeznünk. Remélem, hogy mindenki az alapozáson, a felkészülésen ott fog tudni lenni, és tényleg akkor azt mondom, hogy ez a csapat, ha végig tudja alapozni a felkészülést, akkor nem lehet problémánk. Én abban látom a hibát, hogy ezekkel a rangadókon pont azért veszítettük el, mert erőben nem úgy álltunk akkor. Már a vége fele egy kicsit jobban néztünk ki, jobban bírtuk a mérkőzéseket, egy 78 percet már bírtunk. Amit szeretnék, egy nagyon kemény alapozás, és akkor reméljük, hogy a tavasz jobban fog sikerülni. Esetleg távozó vagy érkezőre számítasz-e, vagy csak egyben marad a csapat? Szerintem távozók biztos, hogy lesznek, én úgy tudom, érkezők szerintem nem lesznek, ha érkeznek, akkor az ifiből fogunk felhozni, vagy kiemelni olyan játékosokat, akik tehetségesek és szeretnének a felnőttnél bizonyítani. Már most 5 ember nálunk készül és nálunk edz, reméljük, hogy minél több játékos be tudunk építeni a felnőtt csapatba. Orosz Pistinek köszönjük a riportot, és tavaszra jobb felkészülést kívánunk. Köszönjük szépen! Ruskó Zsoltot kérdezzük másodjára, a Rákóczi Falva Sportegyesület játékos vezetőedzőjét. Az első fél időben még 1-0-ig volt sansza a Rákóczi Falvának. Mikor bekapták a második gólt, akkor úgy nézett, hogy eldőlt a mérkőzés. Mi ennek az oka? Sajnos egész évben nagyon sok problémával küzdöttünk, és a héten is 3 játékos kellett rehabilitálni ahhoz, hogy ki tudjunk állni. Elég sok 3 játékos eltiltás miatt, 2 játékos sérülés miatt, és 1 játékos a határon van, mint katona. És ez miatt ugye egész héten problémákkal küzdöttünk, mondhatom, az egész őszi szezonban. Hát első fél időben én is úgy láttam, hogy partiba voltunk hazai csapattal, de sajnos igazából nagyon veszélyes a kapura nem voltunk. Mezőnyben viszont egyenrangúak voltunk, úgy gondolom a karcaggal, mondhatom azt az egész mérkőzésen. De sajnos ugye ezt labdarúgás gólra játsszák, ez pedig a karcagnak most sikerült, úgyhogy... Mi a célja a Rákóczi Falvának a bajnokság végére? Hát a Rákóczi Falvának a célja most ezek után, hogy így szerepeltünk, természetesen a bennmaradás, ami nem lesz egyszerű, de mindent megteszünk azért, hogy bennmaradjon a csapat. Tehát most vége a őszi szezonnak, lehet-e tudni esetleg távozókról vagy érkezőkről, hogy tehát az erősítés, mert tehát erősítés kellene, úgy látszik, hogy bennmaradjon a Rákóczi Falva. Hát igazából, tehát mi most lett vége a bajnokságnak, tehát nagyon messze vagyunk még ahhoz, hogy erről beszéljünk. Természetesen szeretnénk, az előbb is említettem, bennmaradni, de igazából nekünk van egy csapatunk, de sajnos ilyen-olyan okok miatt nagyon sok játékos nem állt rendelkezésre egész ősszel. Lásd itt, aki ugye katona, Szakali Tibor katona, nagyon sokat ott van a határon, 2 játékosunk elment rendőriskolába, ők leálltak, a mai mérkőzésre sikerült őket rábírni, hogy jöjjenek segíteni. Úgyhogy tehát ezek a játékosok rendelkezésre állnának tavasszal, akkor én úgy gondolom, hogy kiesési problémák nem lesznek, de természetesen jó lenne, hogyha esetleg tudnánk igazolni 1-2 embert. Ruskó Zsolnak köszönjük szépen innen a Kacgi sportpálya széléről, és további sok sikert kívánunk az, hogy bemaradjon a Rákóczi Falva. Köszönjük szépen! Megköszönöm megtisztelő figyelmüket a 2016-os évben a televízió nézőknek. Tartsanak velünk 2017-ben is itt a képernyőn, vagy esetleg innen a Kacgi sportpályáról. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra.
de mindig nyerünk. Jász kísért 1-0-ra, Tószeget 2-1-re, és ahogy említettem, múlt héten Kisújszállást pedig 2-0-ra vártuk az elmúlt hónapban. Ígéretes pozícióból a harmadik perc végén jött a karcagi szabadrugás. Középen nagy a tömörülés. Szűke Robi feje a legmagasabban, ez azonban kapura megy, és egy bravúr rögtön a meccs elején, Hadad Rabi. Úgy néz ki, hogy sikerült bemelegednie, most kellettek a reflexek, kellettek a rugók, és odaért a léc alá. Igen, kellemetlenül vágódott le Szent Annai szabadrugása. Kocsis. Jó indítás, és már a 16-oson belül mellé gurítunk Erdei révén, de még ezer szerencse. Kihagyta ugyanis az ordító zicsert. Játékvezető segítője Szabó József pedig már lengette az asszisztensi zászlót. Erdei bizony lesen tartózkodott. Igen, sokat megélt a csapat már ebben a szezonban, és Orosz István gyakran elmondta a mérkőzések utáni értékelésében, hogy bizony azért az erőnléttel néha lehetnek gondok. És nagyon várja már majd a téli alapozást. Ez is egy veszélyesen beérkező labda, megint lemaradunk róla. Ez nem talált kaput, Szent Annai pedig ezt is élesen lőtte oda. Nyitrai egyébként a múlt héten 2 góllal vette ki a részét a Fegyvernek legyőzésében. Mindenképp érdemes lesz rá odafigyelni. Az volt a második, illetve harmadik gólja a szezonban. Ezzel is egyébként a házi góllövő lista második helyén áll. Csak Ruskó Zsolt lőtt nála többet. Ő 8-szor volt eredményes. Egyébként nálunk is nagy a szakadék az első és a második között a góllövő listán. Székely Dávid 14 találattal a bajnokságban is, az élbolyban. Utána Szőkének van 3 gólja. Ami olyan rosszul az a szabadrugás. Erőből lőtték középre. A játékvezető azonban kiszúrtotta bolyban egy olyan kis lökést, amit úgy gondolta, hogy érdemes lefújni. Szívós. Remek labda. Szőke még, és átemeli, ott a vezető gól a 18. percben. Szőke Robi révén megszerzi az előnyt a karcag. Jó volt a hosszú indítás. Még mindig mi szlalomozunk a Rákóczi falvi játékosok gyűrűjében. Ez is jó beadás, és hiába bombázza be Szőke. Újra lesen állítják meg. Nagy kár érte. Szoboszlai a labda mögött. Társat talál a 16-oson belül. Nyitrai. Az már lövőhelyzet, el is tekeri. Kácser István. Tavaly 4-szer játszott. Idén most először 43 esztendős védőről van szó. Ő is azért jócskán fölfelé húzza az átlag életkorát a vendégeknek. Pedig vannak néhányan, akik akár a gyermekei is lehetnének. 2-17 esztendős játékossal a kezdőben játszik a Rákóczi falva. És hát az eddig nagyon aktív, most is kapura lövő Nyitrai is, még mindössze 18 esztendős. Szoboszlai. Lőhelyzetet keres, megtalálja. Belényesi azonban pontot állt. Könnyedén dől rá a labdára.
beadás, de akár lövés is lehet belőle. Nagyon méregetik a távot a vendégek. Szoboszlai lő, kapura. Másodjára meg is van Belényesinek. Szőke kapura. Nagyot repült Haddad Rabi. Nem biztos, hogy kaput talált volna egyébként ez az alsóba érkező löket, de így érezte biztosnak a portás. Nem ez volt az első nagy védése. Szent Annai elcsúszik, így is veszélyes azonban. Nyitrai. Lehet lőni, és egy hatalmas kapufa. Szőke. Jó beadás, kapura lehet fordulni. Még egy csem, most a lövés. Kapu mellé 8 méterről nem sikerült eltalálni a ketrecet. Nyitrai beadása pontatlan, de azért, mert valamelyik karcagi játékos még pályán beleért, Rákóczi falva szöglette, következik. Alig, hanem már majd a 49. percbe átlépve. Jól tekeredik, Belényesi jön és öklöz. Aztán pedig ott a szorításban eltűnik. Két kézzel lökték. Jól jön, Szőke Robi fejjel, és hiába rezdül meg a háló. Rossz oldalról találja el a labda, nincsen gól. Bukowski érkezik elvégezni a sarokrugást. Ez is jól jön, és ez is Szőke Róbert fejére érkezett volna. Haddad Rabi kapussal ütköztek. Szükséges egy kis ápolás. Robi kiterítette a kapust. Laposan, kis hián a kapuba, így azonban mellé, és hát a Tabinak még közösen sem kellett avatkozni. Az előbb szerencsét hozott az öttagú sorfal, akkor is így gugolva állította be Haddad Rabi. Most is ezt teszi, négyen is a labda mögött, Rózsa és Szőke elsétálnak. Aztán Szőke vissza. Bukowski meg ellövi. Kapu mellé, de mintha a bal kapufán még érintette volna a labda. Ismét Bukowski. Az előző két szögletnél ebben a félidőben mindig Szőkét kereste.
Most átrúgja teljesen a hosszú oldalra. Szent Annainak kell küzdenie azért, hogy bent tartsa. Rózsa. Visszalövi keresztbe, Bukowski fejjel, ott van még Erdei előtt, most a passz, Orosz István pedig közvetlen közelről az üres kapuba passzol. 2-0 a 64. percbe érve, könnyen lehet, hogy eldőlt a meccs. Jó labda! Rózsa 6 méterről gyakorlatilag kirúgja a ligetútra a labdát. Azt is mondhatnánk, hogy tudatosan annyit játszik a karcag, amennyit kell a mai napon. Semmivel sem többet. Szent Annai! Erdei! Jó labda, Rózsa lekezeli és bepasszolja. Most higgadtabb volt, mint az előbb. 3-0 az állás, 72. perc. Erdei. Ez is eljut a címzethez. Szőke lövését azonban hárítja Haddad Rabi. Ajtó ablak volt, odarúgta volna Robi ahova akarja. Nem volt olyan ügyes a befejezésnél, mint egy perccel korábban Rózsa Pisti. Megint kapura, és a kapu torkából fölé. Hihetetlen jelenet. Szőke kihagyja a kihagyhatatlant. Szoboszlai maga elé pörgeti, aztán a karcögi egy picit visszább rúgják. Szoboszlai persze visszateszi. Trecskó, Nyitrai, Belényesi állva marad, és milyen jól tette, hogy nem vetődött el. Nagy védést mutatott be a karcagi kapus. Aztán pedig egy könnyed hárítás. Székely, nem esik el. Lövésre teszi vissza a remek kísérlet Rózsától. Haddad Rabi szögletre tornázza a labdát. Újabb komoly kapus teljesítmény. Lapos szöglet, így is sikerül lőni. Haddad Rabi pedig emberfeletti bravúrral ezt is szögletre tolja. Hát a kapuson semmi nem múlik, amit lehet véd. Így is kapott azonban 3 gólt. Ruskó. Merényes higgadtan lekezeli. Ahogy Rózsa is. Székely. Egy sorral hátrébb ő is, ahogy megszokhattuk. Így is ontja a gólokat. Hamar beadja. És ott van a negyedik. Jász Zoltán a gólszerző. Első gólja karcagi színekben. Jó csere volt. És hát összességével véve jók voltak a cserék. Jön a kicsi a rakás, ahogy az első gólszerzőket ünnepelni szokták Karcagon.
Yeah.